Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal a vallásosság lelki hátterére figyelünk, és próbálunk eltűnődni ember mi voltunk azon gyengeségén, miszerint a hit élete, a vallási élet is emberségünkben sokszor kötődik érzelmekhez, vágyakhoz, elvárásokhoz, és gyakran elfeledkezünk arról, hogy a hit ajándéka Istentől van, és a hit tartalma pedig közösségi kincsünk. Ezzel az utóbbi gondolattal kezdem a mai közös gondolkodásunkat, még mielőtt fölolvasnám a szentírási helyeket, melyek alapot szolgáltatnak majd ehhez a gondolkodáshoz. A hit ajándék, bizalom olyan valaki iránt, aki más módon létezik, mint ahogy megszoktuk a létező dolgokat. A hit olyan valakire irányul, aki a természet fölötti világ szereplője, bár kezenyomait, a teremtő kéznyomát észrevehetjük a teremtés dolgaiban. Ugyanakkor a rejtőző Isten föltárja magát az ember előtt, és ha nincs is kézzelfogható tapasztalati bizonyságunk Istenről, mégis jeleket ad, és szól hozzánk az Isten. Isten tehát megismerhető, és az ő közeledés által megközelíthető. A hit világa tehát az önmagát kinyilatkoztató Istennek adott válasz. Eltűnődtünk már többször is, itt a Lélekemelő című műsorban is, hogy a hit tartalma közös kincs. Fontos tehát megkülönböztetnünk a hit döntését és a hitnek a tárgyát. A hit döntése személyes szabad elhatározásból történik, a hitünk tárgya pedig ajándék és közösségi kincs. Ajándék Istentől, aki magát kinyilatkoztatja, aki az embert megszólítja, és az élő közösség, amelyben Isten megszólal, ugyancsak átadja a felismerést, a hit közösségi tartalmát az egyénnek, aki viszont szabadon dönthet afelől, hogy mindezt elfogadja, vagy elutasítja. A most felolvasandó szentírási hely arra figyelmeztet, hogy mi emberek sokszor érzelmileg közelítjük meg a vallási dolgokat, a vallási élményeket, a hit világát, és elfeledkezünk arról, hogy a hit valójában ajándék, és a hitünk tárgyát ajándékba kapjuk az emberi közösségtől, a vallási közösségtől, amelyen keresztül megéli személyes hitét az ember, az egyén, bár lehet személyesen is, ahogy szokták mondani, ki a maga módján hívőnek lenni, de az egyisten hit közösségei, vallásai, illetve a kereszténység egyháza mindenképpen közösségre épül. Még mielőtt ezekbe a gondolatokba belemélyednénk, és ezeket közösen átgondolnánk, felolvasom Szent Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, a 31. verstől a 35. versig terjedő részt. Jézus fölteszi a kérdést tanítványainak. Ugyan kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kihez hasonlók ők? Hasonlók a piacon üldögélő gyermekekhez, akik így kiáltoznak egymásnak. Furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, de nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János,
kenyeret nem eszik, és bort nem iszik, és azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok, íme a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja. De a bölcsességet igazolja annak minden fia. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből olvastam a 31. verstől a 35. versig terjedő részt, mely Jézus figyelmeztető szavai hasonlata alapján elgondolkodtat bennünket, hogy bizony mi emberek, vagy mi hívő emberek sokszor a hit dolgait, a vallásosságot, a vallási közösséghez tartozást érzelmi oldalról közelítjük meg, és elfeledkezünk arról, hogy a hitnek van objektív tárgya és tartalma is, és talán ez utóbbi a meghatározó, ez az, amire ki kell mondanunk az igent, vagy az ember közömbösen fogadja ezt, vagy netán tudatosan ellene mond ezeknek a megismert igazságoknak, hitbeli tartalmaknak, vagy pontosabban az egyisten hitre és a keresztény vallásra utalva azt mondhatjuk, hogy a személyes Istennek mond ellent az ember, vagy mond igent természetesen. Jézus a saját nemzedékét bírálja, annak hívő népét, illetve vallási vezetőit, a farizeusokat, az írástudókat, akik úgy tűnik, hogy soha nem megfelelő az, amiben részesülnek a Jóisten követein, megbízottjain keresztül, azokon a személyeken keresztül, akiket az Úr népéhez küld. Az ember sokszor válogat, sem ez nem jó, sem amaz nem jó, tehát az ember a vallási dolgokban is kezd hozzászokni, de mint látjuk, így volt ez Jézus korában, hogy az ember már akkor is hozzászokott a válogatáshoz a hit különböző kérdéseiben vagy döntéseiben. Ma igazán nem csodálkozhatunk, hogyha a hitbeli kínálat között is, a különböző értékek között is választ az ember, hiszen oly színes a paletta, oly sokfélék az eszmei áramlatok, és az ember, mint ahogyan különböző árucikkek között is, vagy egyéb megrendelései kapcsán választ, most már internetes web áruházak vannak, és különböző termékeket akár személyesen, keresgélés után, vagy pedig a számítógép segítségével ki tud az ember választani, mérlegeljük a minőséget, annak a terméknek adottságait mérlegeljük, hogy mennyibe kerül, esetleg milyen márkához tartozik, milyen márkanevet visel, vagy nem visel márkanevet, és akkor vajon ugyanolyan jó-e, mint egy jól hangzó nevű és egy ismert cégnek a terméke. Tehát sok-sok dolog között válogathat az ember, és ez a fajta kínálat, ami az anyagi dolgokban, az áru kínálatban megmutatkozik, ez valamiképpen, mint egy átültethető a lelki eszmei tartalmakra, a vallási kínálatra, a hitbeli kínálatra is, vagy inkább azt mondanánk, hogy az ember hajlamos arra, hogy keresgéljen, válogasson, lazán, szabadon, szabadnak érezze magát, és így választhasson emberi értékek vagy vallási értékek között is. Ezt a fajta szabadságot nem vonhatjuk meg az embertől, nem ráncolhatjuk a homlokunkat emiatt, nem is ilyen módon bírálom az e fajta válogatást, mert ezt a szabadságot, hogy az eszmék,
a hitbeli tartalmak között és a személyes istenkép elfogadásában az ember szabadon dönthessen. Ezt Isten adta, ezt a szabadságot ő ajándékozta az embernek. Tehát nem kifogásolhatjuk azt, amit Isten adott az embernek, hogy ezzel a szabadsággal él is az ember. De hogy milyen módon és minek alapján döntünk, ezen már érdemes elgondolkodnunk. Térjünk vissza Jézus korába. Két kiemelkedő személy áll a hasonlat után előttünk. A megváltó előhírnöke, keresztelő János, és maga az üdvözítő Jézus Krisztus, az ember fia. Jézus a népét a piac téren játszadozó gyerekekhez hasonlítja. Ma már nincsenek ilyen játékok, tehát kicsit távol áll ez a példa tőlünk, vagy ez a hasonlat, de el tudjuk képzelni, nem nehéz elképzelni, hogy a gyerekek a piac téren társadalmi, közösségi eseményeket játszanak. Tehát ami a felnőttek világában bevett dolog, és amit a felnőttek fontosnak tartanak, a társadalmi, közösségi élet vonatkozásában azt a gyerekek a maguk módján eljátszák. Emlékszem, gyermekkoromban úgy szoktuk emlegetni, amikor a gyerekek szülőstit játszottak, tehát szülőket alakítottak, hogy papás-mamást játszanak. Meg hát ezért vesznek a kislányoknak babát, hogy már az anyai hivatást gyakorolja gyermekkorában. Tehát érthető azért ez a példa is, bár ma igazán nem mondható, hogy lakodalmast vagy temetőst itt játszanak a gyerekek, de itt erről van szó a most hallott példázatban, hasonlatban. Ez itt nem példabeszéd, hanem egyszerűen Jézus mond egy korabeli példát, hasonlatot. Mihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket, saját kortársait, népét, annak vallásosságát értékeli Jézus. Olyanok, mint a gyerekek a piac téren, az egymással szemben álló, vagy vitatkozó, vagy talán makacs módon viselkedő gyerekek, akiknek egyik csoportja lakodalmast akar játszani, esküvőst játszanak és esküvőt tartanak, a másik csoport pedig temetőst akar rendezni, és temetős játékot akar játszani, és ebből adódik a példa, hogy furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok. Tehát a lakodalmast játszó gyerekek furuljáznak, vidámkodnak, és a másik felének ez nem tetszik, mert ők temetést akarnak játszani. Ott vannak, akik siratót énekeltünk, de nem sírtatok. Tehát szemben is állnak ezek a játékos gyermekek, és egyiknek sem jó a másik elképzelése, mindegyik ragaszkodik a maga elképzeléséhez. Tehát ez a nem engedő, ez a makacs hozzáállás, ez jellemzi a felnőttek világában, Jézus kortársainak életében az akkori vallásosságot. Egyik véglet sem jó. Itt a végletek a vidámsághoz és a síráshoz, a szomorúsághoz illeszkednek, tehát lakodalmas és temetős játék, de ugyanígy állnak hozzá az emberfia előhírnökéhez és az emberfiához, tehát keresztelő Szent Jánoshoz és Jézushoz. Keresztelő János szigorú életmódot folytatott, kint élt a pusztában, sáska és vadméz volt az eledele, tevesző ruhát viselt, bőröv vette körül, bozontos volt, mint Isten választottjai, a próféták, azok, akik a külsőségeikben is, a megjelenésükben is hatnak a világra, és jelzik azt, hogy ők Isten szolgálatában állnak, elkötelezettjei Istennek. János kint élt a pusztában, ő a pusztában kiáltó szó, aki bűnbánatra
serkentette az embereket, sőt, néha fenyegető beszédeket is mondott, hogy a fejsze már a fák gyökerén van, és kivágnak minden fát, ami értéktelen. Tehát keresztelő Szent János, és ezért is lett vértanú, szókimondó ember volt, szigorú volt, aszkéta volt, Heródes szemére vetette, hogy testvérének feleségét vette magához, Heródiást, és tudjuk, hogy ez lett a vértanúságának is az alapja, hogy Heródiás áskálódott ellene, Heródes börtönbe vetette Jánost, és aztán Heródes születésnapján Heródiás lánya, Szalóme gyönyörű táncot lejtett az uralkodó előtt, és annyira megigézte és elcsábította, hogy akár az országa felét is odaadta volna, de a leánynak anyja tanácsára elegendő volt keresztelő János feje. És így lefejeztette a börtönben. Tehát erről a Jánosról van szó, akit Richard Strauss operájából is jól ismernek az opera szeretők és a kultúra jó ismerői. Meg hát lehetne sorolni az egyéb kulturális kínálatot, amelyben akár mint képzőművészeti alkotás, akár zenemű elénk áll keresztelő János. Mindenképpen a szókimondó, következetes, aszkéta ember. Azt mondja az Úr, azt mondja Jézus, mert eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik és bort nem iszik, és azt mondjátok, ördöge van. Tehát az aszkéta életmód miatt, a kiválasztott életmód miatt, melynek egyik sajátossága, mint tudjuk, hogy alkoholt nem fogyasztanak az ilyen Úrnak szentelt és az Úr szolgálatában álló emberek. Tehát emiatt a szigorú életmódja miatt nem tartják egészen normálisnak. Azt mondjátok, ördöge van. Tehát olyan, mintha megszállott lenne, nem úgy viselkedik, mint a többi ember. Amikor valaki eltér a többségtől, és a többséget tartjuk elfogadottnak, vagyis normálisnak, akkor az ilyen sajátos, mai szóval másságot választó és megélő embert nem normálisnak tartja a közvélemény. Hát a vallási vezetők úgy gondolták, hogy ördöge van Jánosnak. Tehát gyakorlatilag az sem jó, amit János csinált. Ő túl szigorú, követhetetlen, tehát eltér az átlagtól, ezt mi nem tudjuk követni. Ott van az emberfia, aki viszont elfogadja a meghívásokat, elfogadja az asztalközösséget, sőt a vámosok, a bűnösök barátja, aki oda telepedik a bűnösök asztalához, sőt, ugye ezzel azt is érzékelteti, hogy átlépi a házuk küszöbét, a vendégségüket, vendéglátásukat elfogadja. Tehát az emberfia láma, falánk és borissza ember, aki tud örülni a kánai mennyegzőn, aki valóban az irgalmat úgy gyakorolja, hogy szóba áll a bűnössel, és megérinti őt, és közelébe megy, sőt a vendége lesz. Ez sem jó. Jézus tehát arra hívja föl a figyelmet, hogy bizony az ember sokszor szeszélyes a hitében. Ami túl szigorú, az sem jó. Ami túl közvetlennek tűnik, barátságosnak, emberközelinek, Jézus ilyen módon közeledett, mint megváltó az ember felé, az sem jó. Hanem mi jó? Tehetjük föl a kérdést. Hát az a sokat hangoztatott, és ma is, mint egy elterjedt és általános megjegyzésként használatos vallomás, hogy én vallásos vagyok a magam módján. Ez az a helyzet, amikor az ember a hitét, a hit dolgait, vagy az Isten képét saját maga alakítja, mármint nem oly módon, hogy sajátosan és a magam módján ismerem meg az Istent, aki nekem bemutatkozott, hanem
én formálok Isten képet, én mondom meg, hogy ki az Isten, vagy milyen az Isten, én mondom meg, hogy milyen legyen a megváltó. Tehát amikor az ember maga akarja meghatározni a hitnek a tárgyát a saját elképzelései szerint. Ez azért nem lehetséges, ahogy korábban említettük, mert Isten maga mutatkozik be az ember számára, maga lép közelebb hozzánk, maga tárja fel a titkait, ő az, aki megszólít. Tehát az embernek a dolga a megismerés, a válaszadás, a szeretet kapcsolat kialakítása, elfogadása, nem pedig, hogy maga faragjon Isten képeket vagy bálványokat magának. Gyakorlatilag ne felejtjük el, hogy ez a bálványimádás nem csupán, ahogy az Ószövetségben, hát az Úr nagyon féltette a népét a hűtlenségtől, a bálványoktól. Benne van a 10 parancsolatban, hogy ne készíts faragott képet az Istenről, tehát ne készíts képet. Ugye protestáns testvéreink a keleti egyház szokásait, vagy a latin egyház szokásait is sokszor emiatt bírálják, hogy ezekben a közösségekben, ezekben a keresztény közösségekben, az egyházban létezik szentkép, szobor, tehát ez ami a faragott kép, ami nem megengedett az Ószövetségben, és úgy gondolják testvéreink, hogy a krisztusi egyházban sem, hogy képeket vagy szobrokat tiszteljünk, mert hiszen ez bálvány imádás. Nem ez az igazi bálványimádás, hanem amit most hallottunk az evangéliumban, amikor az Isten képet akarja az ember önző módon, önkényesen meghatározni, kifaragni. Nem az a probléma, hogy most egy fadarabból egy szobrocskát készít valaki. Hát régen az Ószövetségben ez is az volt, amikor vitték a házi isteneket a pogányvallásoknak a követői, vagy kis szobrocskákat készítettek istenekről, az általuk elképzelt istenekről, akik nem léteznek egyébként. Ilyeneket látunk bőven múzeumokban, amikor akár egy egyiptomi vagy egy görög tárlatot megnézünk, vagy régiségeket szemlélünk. Ezekben láthatjuk, hogy bizony kicsi szobrocskákat is készítettek, vagy manapság a kabalák, kis plüss állatkák, hát ezek is valamiképpen helyettesítik ezeket a kis bálványocskákat, mert hiszen túl azon, hogy a gyerekeknek kedves dolog, vagy játék, ez még önmagában véve nem probléma, hanem amikor már valami természet fölötti erővel ruházzuk fel ezeket a kis figurákat, az már azért probléma, amikor egy érettségiző a plüss macitól várja a segítséget a próbatételnél, vagy az érettséginél, vagy egy vizsgánál. Tehát amikor ilyen mágikus erővel ruházunk föl tárgyakat, na ott már probléma van a hit dolgában, ezek már babonás megnyilvánulások. De mi más ez a plüssmaci vagy kutyuska, mint a korabeli vagy ókori bálványoknak a mai mintája vagy mai megfelelője. Tehát az igazi bálványimádás az egyébként nem ebből áll, hogy most kifaragtam valamit, szobrocskát készítettem, vagy képet rajzoltam Istenről, vagy bibliai eseményekről, vagy szentekről, vagy az Isten fiáról, az üdvözítőről, aki egyébként ábrázolható, mert emberként itt volt közöttünk, és ha akkor lett volna fényképezőgép, elképzelhető, hogy lefényképezték volna az Úr Jézus Krisztust. De visszatérek erre a gondolatra, hogy nem ez a bálványimádás, hanem amiről hallottunk. Miért probléma, hogy nem megfelelő keresztelő Szent János aszkéta mi voltja?
miért probléma, Jézus közvetlensége. Ezek nem csupán szélsőséges magatartások, hanem Jézus azt kifogásolja, hogy ez sem jó nektek, a másik sem jó nektek. Föltehetjük mi most a kérdést, hogy akkor mi jó nektek, vagy mi jó nekünk. Ez lehet talán a központi kérdés. Hát sokaknak az a jó, amit maguk elképzelnek, és szabadon, kötetlenül maguk faragnak Isten képet saját maguk számára. Amikor az ember akarja megmondani, hogy ki az Isten, milyen az Isten, mit akar tőlem az Isten, tehát az Istenre ruházom és vetítem az én akaratomat, tehát Isten viselkedjen úgy, ahogy én akarom, ő álljon mellém, ahogy én akarom, kérjen annyit tőlem, vagy csak annyit, amennyit én akarok, illetve inkább adjon, tehát mint hogy várjon tőlem valamit. Tehát ezek emberképű megközelítések a hitről, Istenről, a személyes Istenről. Tehát ez az a helyzet, amikor az ember nem fogadja el a megszólító, önmagát kinyilatkoztató Istent, aki a prófétákon keresztül már oly sokszor bejelentette az ő küldöttjét, majd a messiást, aki Jézus személyében eljött. Tehát nem ismerik fel Jézus Krisztus személyében az ő kortársai az elküldött és megígért és elérkezett messiást. Mert volt saját képük a messiásról, és ez a kettő nem ugyanaz, amit ők elképzeltek a megváltóról. Ez az önkényes magatartás, ez az érzelemre és a szeszélyekre, az emberi makacságra épülő vallásosság, ez, amit Jézus helytelenít. Hogy még jobban megértsük az iménti gondolatokat, még egy levél részletet is felolvasok a Szentírásból, mégpedig az első Timóteus levélből, a harmadik fejezetből, azt írja az apostol, a 14. verssel kezdődően Timóteusnak, azért írom ezeket neked, bár remélem, hogy hamarosan hozzád jutok, hogyha késlekedném is, tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, nem csak a templomban, hanem a közösségében, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja. Márpedig nyilvánvalóan nagy dolog a jámborság titka, amely testben kinyilvánította magát, a lélek által igazolást nyert, bemutatták az angyaloknak, a pogányok között hirdették, világszerte hittek benne, és fölment a dicsőségbe. Tehát itt miről is van szó? Arról, hogy Isten az ő titkait, Jézus az ő személyét és az ő titkait átadta a tanítványoknak, átadta egy emberi közösségnek. Ezért mondtam, hogy nem egyéni vélekedés, szeszélyes gondolkodás következménye és tárgya a hitvilága, hanem a kinyilatkoztató Isten ajándéka, amit ő átadott egy közösségnek. Így kell értenünk ezt a fontos szolgálatot, amit tehát rábízott Isten az ő egyházára, rábízott Jézus az ő tanítványaira, testben kinyilvánította magát, eljött az Isten fia, a lélek által igazolást nyert, a Szentlélek kísérte a megváltó életét, kezdve a fogantatásától, hiszen a lélek erejéből fogantatott Szűz Mária méhében az isteni üdvözítő, aztán a keresztelésekor leszállt rá, és fölkente őt a Szentlélek, a pusztába vitte, és aztán végig kísérte a lélek, tehát a lélek által igazolást nyert az üdvözítő,
az angyalok is elismerték az Isten fiát, a pogányok között hirdették az apostolok őt, és világszerte hittek benne, és fölment a dicsőségbe. Ez egy szép hitvallás egyébként, amit bekerült az első Timóteus levélbe. Szent Pál már egy ősi hitvallást fogalmaz meg, illetve foglal bele a levelébe. De ezt megelőzően írja Timóteusnak, hogy ha késlekedném is, tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza. Nyilván most itt nem olyan értelemben szól az apostol Isten házáról, mint ahogy mi szoktuk emlegetni a templomainkat, hogy a templom Isten háza. A templom, illetve a benne lévő közösség az sokszor egyet jelent. Itt is az Isten háza a közösséget jelenti elsősorban. Ne feledjük el az új latin nyelveket, vagy akár a német nyelvben is. Ugye a kirche az egyház, de ugyanúgy templom is. Tehát ugyanaz a szó fejezi ki, vagy az olaszban a chiesa, vagy az eklézia. Tehát a lateráni bazilikánál ki van írva, hogy ez a templom, a lateráni bazilika, amely a pápa fő temploma, a pápának a saját temploma, minden egyház anyja és feje, de nem csak úgy értjük, hogy az egyház községek, az egyházi közösségek, hanem a templom is, minden templomnak az anyja és feje. Mater et caput, a földkerekség összes egyházának. Omnium ecclesiarum, tehát minden egyháznak anyja és feje. Tehát ott is így használjuk, az újkori nyelvek is így használják, hogy ugyanazt a szót mondják. Nálunk a magyar nyelvben elkülönül a templom, meg elkülönül az egyház kifejezés, tehát mi ezt kevésbé érzékeljük, de itt az apostol szavaiból látjuk, hogy ő Isten házáról beszél, majd pedig egyházáról, vagyis közösségéről. Nálunk talán csak a ház szó az, ami a közös tartalmat hordozza. A ház jelenthet egy közösséget is, főleg a történelemben, a királyi családokról. Árpád ház, Anzsú ház, itt beszélünk családokról, dinasztiákról. Tehát közösségről, tehát a ház szó ugyanazt jelenti, mint az épület, a közösség is, meg az épület. Nálunk az egyházban lehet ezt érzékelni, és itt ebben a levél részletben is erről van szó, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza. Tehát az apostol itt arra inti Timóteust, hogy bizony a hit letéteményese, a hitnek a hordozója az egyház. Tehát nem az emberi szeszélyek, érzelmek határozzák meg a hit tartalmát, hanem azt az Isten átadta, rábízta egy közösségre. Ennél a gondolatnál folytatjuk, már most hosszasan gondolkodtunk az iménti szentírási helyekről. Aki most kapcsolódna be, kedves nézőink közül a televízió műsorába, megjegyzem, hogy a Lukács evangélium 7. fejezetéből olvastunk részletet, a 31. verstől a 35. versig terjedő részt, és ez a mai közös témánk. Rövid zenehallgatást követően folytatjuk a megkezdett témát.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. A mai alkalommal a szeszélyes vallásosságról gondolkodunk. Szentírási alapunk, a közös gondolkodásunk témája Lukács evangéliumában található, a 7. fejezet 31. versétől a 35. versig terjedő rész. Azon gondolkodunk, hogy sajnos mi emberek sokszor kiszolgáltatjuk a hit dolgait, a vallásosság kínálatát egyéni érzelmeinknek és szeszélyeinknek. Az ember szabad, a Jóisten sem vonja meg tőlünk a szabadságot, hiszen ő adta, hogy a hit dolgaiban szabadon gondolkodjunk és szabadon válasszunk. Éppen azért, mert a hit személyes döntést igényel és személyre irányul. De ugyanakkor a hitnek megvan a maga közös tartalma, közös kincse. Még egyszer idézem Szent Pálnak a levelét Timóteushoz, az első levélből a 3. fejezet ide vonatkozó részét, versét, a 15. verset. Itt indokolja meg az apostol, hogy miért is ír neki levelet, hogyha ha késlekedném is, tudd, hogy hogyan kell forgolódnod az Isten házában, mely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja. Itt juttatja kifejezésre az apostol azt, hogy a hitnek a tartalma közös kincs, Isten ajándéka, és ezt az ajándékot Isten rábízza egy közösségre, korábban az Ószövetség népére, később pedig Jézus által a kiválasztott apostolokra is, az ebből a közösségből formálódó nagyobb közösségre, vagyis az egyházra, mely apostoli alapokon áll, és az apostolok tovább adták át, hagyományozták a Krisztustól, az Isten fiától kapott hit tartalmat. Természetesen most a hit jelenségének kapcsán meg kell jegyeznem ismét, hogy itt az egyisten hitről és a keresztény hitről van szó, de nem feledve azt hangsúlyozom, hogy minden egyéb más vallásban is meghatározó a közösség. Vagyis az egyház vagy vallási közösség, ahogy a mai magyar törvények is fogalmaznak, tehát ilyen értelemben más hitvilágnál sem lehet eltekinteni arról, hogy az ember közösségi teremtmény és közösségi létező. Tehát mi emberek nem tudunk elszigetelten létezni, az élet semmilyen dolgában nem tudunk elszigetelten létezni, hát így a vallási dolgokban sem tudunk elszigetelten létezni. Éppen ezért tartjuk problémásnak, vagy tartom én személyesen is problémásnak azt, hogyha a hitbeli vallási kérdésekben az ember önkényeskedik, vagy makacs módon a saját képére akarja faragni, vagy elképzelése szerint akarja kifaragni az Istent, az Isten képét. Tehát, hogyha az ember mondja meg az Istennek, vagy az általa elképzelt Istennek, Istenségnek, hogy te ki vagy, és mit akarjál tőlem. Tehát ezek az emberi szeszélyek jelentik a problémát, amit Jézus hasonlata érzékeltet Lukács evangéliumának 7. fejezetében, hogy amit előbb idéztünk a 31-től 35. versig terjedő kis szakaszban, az ő nemzedéke olyan, mint a szeszélyes gyerekek, akik játszadoznak, hol lakodalmast, hol temetős játékot, és szemben állnak egymással, mert az egyiknek nem jó, hogy a másik siránkozik, mert ők furuljáznak, de többiek nem táncolnak. A siratósok meg sírdogálnak, míg a másik pedig erre nem vevő, és nem akar velük együtt sírni vagy siránkozni. Keresztelő Szent János és az üdvözítő példája áll előttünk, mert így viselkedik Jézus népe, az ő kortársai, az üdvösség jó hírével kapcsolatosan,
sem János szigorúsága, sem Jézus közvetlensége nem megfelelő, mert maguk akarják kitalálni azt, hogy milyen a megváltó, és milyen a messiás, és ki lesz az, maguk akarják ezt eldönteni, és nem elfogadni azt, amit, illetve akit Isten küld ajándékba. Záró gondolatként, összefoglalásként, most műsorunk második részében, mely most már egy rövid összefoglaló inkább, mint hosszas fejtegetés. Az jutott eszembe, hogy a keresztény ember is sokszor szeszélyes. Mint említettük, sokszor hívő emberek is úgy fogalmaznak, hogy én hiszek Istenben, hiszek Jézusban a magam módján. Tehát van, aki nyíltan meg is mondja, hogy maga faragja ki Isten képét, maga faragja ki Jézus képét, tehát a maga elképzelése szerint akarja formálni Istent vagy Jézus Krisztust. Tehát szerintem ez egy nyílt bevallása annak, hogy valaki a kénye kedve szerint bánik a hit dolgaival. Mert ha valaki ezt mondja, hogy én vallásos vagyok a maga módján, akkor gyakorlatilag ezt teszi, vagy legalábbis a hit világában, a lelki síkon ezt teszi. Vannak olyan esetek, amikor ugyancsak igen erőteljesen érvényesülnek az érzelmek, az érzelmi döntés, az érzelmek háttere, érzelmi háttér a vallási döntésekben. Ez nem mindig kifogásolható. Értem ezt most történetesen a katolikus egyház híveire, vagy netán a fővárosi körülményekre, mert hiszen vidéken, vidéki helyeken azért más a helyzet. De például a fővárosban oly sokan megtehetik azt, hívő emberként, hogy nem kötelezik el magukat egy-egy közösség mellett, vagy nem akarnak különösebb hovatartozást egy-egy egyházközség vonatkozásában, hanem élik ugyan a hívő életüket, de hol ide járnak, hol oda járnak, vagy ha valamelyik templomi istentisztelet kedves számukra, vagy mondom így, hogy egy templom mellett kötelezik el magukat, nem egy adott közösség mellett, akkor az azért van, mert megvan a szabadsága a hívő embernek, hogy válasszon, válogasson, ízlés és érzelem hatásaira, tehát ezt nem lehet kifogásolni, de azért jó, hogyha egy kicsit felülvizsgáljuk a hívő életünket hívőként, amennyiben érzelmi késztetésekre hozunk döntést. Mert van olyan hívő testvérünk, aki szereti a szép zenét, a zenekari miséket, klasszikus hangzásokat, és hát talál ilyen templomot, ide szeret járni. Vagy más helyütt a prédikáló pap szól ékes szólóan a hívekhez, és tudja szépen, értelmesen megfogalmazni a gondolatait. Hát tetszik ez a prédikáció, vagy olyan, van, aki esetleg szeret lelki síkra elevezni, és akkor a prédikációi kicsit lélektani elemzésként hatnak, és hát ez úgy megmozgatja, elgondolkodtatja a hívőt, a hívő hallgatót, a befogadót. Van, ahol hát szép a templomi környezet, mert valaki a barokk templomokat szereti, vagy valaki éppen az ellenkezőjét, az egyszerű körülményeket és az egyszerűséget, és azért érzi jól magát egy adott templomban. Ismét mondom, hogy ez szabad, és ez eleve nem rossz, hanem az a rossz, hogyha elfeledkezünk a közösségről, a felelősségről, a hovatartozásról, arról, amit a Timóteus levélből idéztünk, hogy Isten háza, illetve Isten egyháza összetartozik a templom is, meg a közösség is, mert a hit, a vallásosság közösségi vonatkozású, és a hit dolgait azért mégsem lehet kiszolgáltatni csupán az érzelmeknek,
a vágyaknak, vagy a saját elképzeléseknek, tehát nem mi faragjuk az Isten képet. Gondolkodjunk el, akár keresőként, akár hívőként az imént hallottakon. Bízom abban, hogy legfőként abban bízom, hogy senkit nem bántottam meg a gondolataimmal, és inkább abban szeretnék segíteni, hogy valóban a keresők találjanak, a már úgy, akik úgy gondolják, hogy már megtalálták az igazit, mégiscsak vizsgálják meg magukat, hitvilágukat, közösségi életüket, mert hiszen az a késztetés, amely most a gondolatainkat elindította, nem emberi szó, hanem Isten szava, a mai alkalommal Szent Lukács evangéliumából a 7. fejezet 31-től a 35. versig terjedő rész Isten szavának hatására kezdtünk el gondolkodni. Köszönöm a közös gondolkodást, az idefigyelést, az egymásra figyelést, és bízom abban, hogy folytathatjuk a további adásainkban is, a lélekemelőben ezt a fajta tűnődést, amely formálja lelkünket és alakítja közösségünket. Szeretettel búcsúzom a Lélekemelő című vallási műsorunk végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!